Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket újabb fogadóóránkon élőadásban. Vasárnap Magyarország szavazott. A magyar állampolgárok szavaztak. Úgy döntöttek, hogy végül is nem érdekli őket a kötelező kvóta. Mondhatjuk, Magyarország vállat vont a kötelező betelepítési kvótára. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk mai vendégeinkkel, Magyar Lóránt a városi képviselővel, és Erdei D. István a parlamenti képviselővel. Üdvözlöm Önöket a stúdióban! Kezdjük csókolom, szép jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket! Valóban vehetjük úgy, hogy Magyarország vállat vont? Először is én elnézést kérek a hangom miatt, mert vagy két hettel küzdködöm azzal, hogy ez a rekedtség múljon el. Igaz, hogy volt, aki azt mondta, hogy így egy kicsit férfiasabb a hangom, de nekem nem esik jól. Már nem a bók, hanem az, hogy ilyen a hangom. Megpróbálok minél kevesebbet beszélni, hagyjuk a fiatal karátom, kollégát, hogy beszéljen ő többet. Nem fogalmazik ilyen lekicsinyően, hogy vállat mond, hiszen azért mégis 3 millió 300 ezer ember mondott nemet, és mindössze azok, akik részt vettek a szavazáson, azoknak ugye majdnem 2%-a mondott csak igent. Igaz, hogy volt, vagy 6-7%-nyi érvénytelen szavazat, mert ez is egy véleménynyilvánításnak a lehetősége. Az igazság az, hogy most mindenki úgy érzi, hogy győzött. A kormány úgy érzi, hogy győzött, mert azért 3 millió ember egy irányba szavazzon egy olyan országban, kb. 8 millió tehető szavazatra jogosult annak a száma. Ez egy szép arány, annál is inkább, hogy az ellentétes oldalon nem volt semmilyen válasz, illetve hát az a 2% mondta, hogy nem. Viszont abban egyetértek ezzel a megfogalmazással, hogy vállat vont, hogy nem Magyarország, hanem nagyon sokan Magyarországon vállat vontak, mert nyilván az ellenzék most azt mondja, hogy na ugye nekünk volt igazunk, nem mentek el az emberek szavazni, de nem biztos, hogy azért nem mentek el, mert arra húzították őket, hanem valószínűleg azért, mert úgy érezték, hogy az ő szavazatuk se nem oszt, se nem szoroz, elnézést ezért a kifejezésért, hiszen ennek jogi következménye nem igazán lett volna, de nem kényszerítette volna valamiféle jogalkotásra a parlamentet vagy a kormányt. Ennek ellenére a kormánynak nagyon jó lett volna, hogyha érvényes lett volna, és sokkal erősebb lett volna, megerősödött volna, úgymond politikailag. Ezt az állításomat támaszta alá éppen az a kijelentés a miniszterelnök úrnak, hogy már az elemi hirdetést követő percekben, hogy már pedig ennek a szavazati eredménynek az alapján ő bátran fogja indítványozni az alaptörvénynek, vagy az alkotmánynak, ahogy mi ismerjük az ilyen irányú módosítását. Na most ebbe kapaszkodik bele az ellenzék, az ellenzékben levő majd mindegyik párt, sőt még a Jobbik is, aki arra buszított az állampolgárokat, hogy menjenek el és szavazzanak nemmel, hogy ugye lám nekünk volt igazunk, mert egy évvel ezelőtt is már ezt meg lehetett volna csinálni, mármint az alkotmánymódosítás, és nem került volna ennyi pénzbe. Tehát úgy néz ki, hogy itt mindenkinek igaza van, mindenki úgy hiszi, hogy igaza van. Én szerintem azért mégis figyelembe kell venni a 3 millió 300 ezer embernek az akaratát, annál is inkább, mert nekünk van egy nagyon keserű tapasztalatunk, amikor például Romániában 7,5 millió embernek a szavazatát nem vették figyelembe, mondván azt, hogy nincs meg a 8 millió részvévő, tehát nem érvényes a referendum. Tehát ugyanaz állt elő, mint annak idején Romániában. Nagyon közel volt, alulról közelítette meg a részvevők száma azt a szükséges részvevőt, ami elegendő lett volna, hogy érvényes legyen a referendum, de mégsem volt érvényes, és ugyanaz a helyzet állt elő, hogy pontosan azoknak az embereknek a szavazatát nem vették figyelembe, akik elmentek szavazni. Tehát most nagyon-nagyon-nagyon nagy arculütés lenne, hogy annak adjunk igazat, aki otthon maradt.
tehát aki elment szavaz és kinyilvánította a véleményét, akkor annak a szavazatát kell figyelembe venni. Aki pedig otthon maradt, az egy állásfoglalás, de nem szavazat. Mert ugyanúgy, hogyha annyira keményen nem értett egyet az Orbán politikával, akkor el kellett volna menje, és azt mondja, hogy az, igen. Az igen, nem. Tehát most akkor visszajutunk oda, ahonnan elindultunk. Tényleg volt egy grémium, egy rétege a magyar állampolgároknak, akik egy várrándítással, nem Magyarország, hanem egy része Magyarországnak egy várrándítással rendezte ezt az ügyet. Szeretném mindjárt a műsor elején felhívni kedves nézőink figyelmét, akinek bár az adott témával, vagy bármi mással kapcsolatban kérdései lennek vendégeinkhez, tegyék fel a képernyőn látható telefonszámon, vagy akár a Facebook oldalainkon is várjuk kérdéseiket. Milyen jogi hatása ennek nincs. Mint ahogy a magának a referendumnak sem volt egy elnézést jogi kihatása. De mi lesz ennek a vízhangja a nemzetközi szinten? Nemzetközi szinten ennek már érdekes vízhangja van. Szerintem onnan kellene megközelítsük a problémát, hogy melyik nemzetközi szintér érdekel bennünket. Ugye ennek az egész kvótarendszernek van egy előélete is, ahol tudjuk, hogy Ausztria, Csehország, Románia és Magyarország tiltakoztak ez ellen. A későbbiekben az újonnan választott lengyel kormány is mögéjük állt. Úgy gondolom, hogy ez itt ezen a szintéren inkább a Nyugat, illetve Közép- és Kelet-Európának a harcát is jelenti. Pozitív vízhangja Nyugat-Európában semmiként nem lesz. Ugye az Orbán kormány talán egy kicsit kérdéses megítélésben részesül Nyugat-Európa szemszögéből. Nem beszélhetünk egy toleráns kormányról, viszont szerintem egy olyan kormányról beszélünk, ami a Magyarország választóinak a kétharmadát maga mögött tudta legutóbbi választásokon, illetve egy olyan kormányról, aki mindig határozottan állt ki azokért a jogokért, amelyeket meg kellett védjen, úgy Budapesten, mint Brüsszelben. Tehát kicsit kérdéses lesz a megítélés, inkább negatív visszhangja lesz, viszont nem hiszem, hogy túlságosan, hátrányosan érinteni majd ez Magyarországot a közeljövőben. Ahogy Erdély képviselő úr is elmondta, én úgy gondolom, hogy az a 3.300.000 ember, aki az urnák elé járult, az ő akaratukat kell figyelembe venni, annak ellenére, hogy a részvétel nem ért el az 50%-ot. Ugye nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy egy népszavazáson talán a legnehezebb mozgósítani a lakosságot. Nehéz mindenkor mozgósítani, talán a népszavazás az, ami a leginkább érdektelenség jellemzi, mégis én jónak tartom ezt a 43,35%-os részvételt, illetve azt az elsőprő sikert, amit ezzel az Orbán kormány elért. Ugye az ellenzék arra buzdította a lakosságot, hogy ne vegyen részt a népszavazáson, teljesen egyértelműen az volt az okuk, hogy ne érjék el az 50%-os részvételi arányt, viszont úgy gondolom, hogy ez a 3.300.000 ember, aki nem elszavazott, az ő véleményük kell legyen a mérvadó, és teljes mértékben feljogosítja az Orbán kormányt, hogy alkotmányt, alaptörvényt változtasson Magyarországon. Ez ugye ránk Romániában kevesebb kihatással van per pillanat, félő, hogy mi is hasonló helyzetbe kerülhetünk. Nem tudom, mi lenne ilyen esetben a román kormány álláspontja, viszont én egy követendő példának tartom azt a határozott kiállást, amit az Orbán kormány képvisel Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak különböző lépéseivel szemben. Az angolok sokkal radikálisabban válaszoltak erre a kérdésre. Úgy döntöttek, hogy nem csak a
kvótából, hanem Európából se kérnek többet, mert ez, tehát a migránspolitika, Európa migránspolitikája veszélyezteti a népét. A Magyarországnak azt hiszem elég nehéz lenne kilépni az Unióból, mint ahogy Romániának is hátrányos, hátránya származhatna ebből. Természetesen is, azt hiszem, hogy az angolok is meggondolják most már még egyszer, mert ugye meg kell nézzük, hogy kik szavaztak a kilépés mellett, főleg a vidéki lakosok, és főleg a kevésbé művelt réteg, aki kicsit értelmesebben gondolkozott, az fölfogta, hogy az európai tagságnak előnyei is vannak, nem csak hátrányai. Azonban ne felejtsük el azt, hogy az Európából való kilépés Anglia részéről azt jelenti, hogy akkor a román vendégmunkás is migránsré válik, mert nem Európa tagként tartózkodik ott, mert most mi nekünk a Schengeni Egyesség alapján úgy megyünk oda, mint Európai Uniós tag, állampolgár. Most attól a pillanatról kezdve, amikor befejeződik a kiválási folyamat, attól a pillanatról kezdve a román, a magyar, a német vendégmunkás azonnal migránssá válik Anglia területén. Tehát azért erre is oda kell figyeljünk, és arra is oda kell figyelni, hogy probléma van ezzel a kvóta rendszerrel, mert így nagyon keményen hangzik, hogy kötelező kvóta rendszer szerint osztják el a migránsokat. Csak itt van egy bökkenő, és erre még eddig senki sem válaszolt érdemben, vagy legalábbis nem jutott el hozzám a válasz, hiszen pontosan a Schengeni Egyezmény az, ami nem köti országhoz az állampolgárt. Na most, abban az esetben, hogyha valamilyen úton, módon kitalálnak egy kvótarendszert, és azt mondják, hogy Románia be kell, vagy Románia, vagy Magyarország be kell fogadjon 5000 migránst, egyik nap elhozzák, és másik nap visszamennek. Mert nem lehet, vagy akkor le kell zárni a határokat, és megszűnik a Schengen, akkor megszűnik Európa. Megszűnik az Egyesült Európa, az Unió Európa. Mert hiszen nem tudom itt tartani, nem rendelhetek el neki kényszerlakhelyet, nem mondhatom, hogy Szatmáron kell éljél, nem mondhatom, hogy Nagykárolyban kell éljél, vagy Debrecenben kell éljél. Mert olyan az Európai Uniónak az alap szervezete, az alap szerződése. Na most ebből kifolyólag nekem van egy félelmem is lehet, hogy erre is oda kellett volna figyelni, vagy jobban elmagyarázza az embereknek, hogy a kötelező kvóta nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ide kell jöjjön a szíriai, az afgán, a palesztin, a pakisztáni, nem tudom én kicsoda, hanem megkérdezik, hol akarsz-e lakni. Németországban rendben van, akkor abból a közös pénzből, akkor amit kellene kapjon az egyik tagállam, azt mondják, jó, de ebből ennyit levágunk, mert te nálad nincs migráns, de nálam van, és az pénzbe kerül. Tehát nehogy oda jusson, hogy valakinek eszébe jusson, hogy oda jussunk, hogy valakinek majd eszébe jusson az, hogy ténylegesen ezeket az uniós alapokat, különféle uniós alapokat, amelyikből hogy mi nem részesülünk olyan mértékben, amennyiben jogunk lenne rá, ezért nem az unió a hibás, ezért mi vagyunk a hibások. Mi tagállamok, és a tagállamoknak természetesen az állampolgárai. De megtörténhet az, hogy olyan pillanatban Németország azt mondja, jó, akkor én befizetek a közösbe ennyit, de ugyanakkor vissza is veszek amennyit, mert nálam a másfél millió migráns, és annak kell biztosítsak letelepedési lehetőséget, szociális ellátást, oktatást, hogy tanulja meg a nyelvet egészen addig, ameddig ő munkavállalóvá nem válik. Tehát én inkább ettől félek, nem a kényszerkvótától. A kényszerkvótát nem tudom, tehát nekem nem mondott senki politikus még arra válasz, hogy hogyan akarják ide küldeni. Mert ugye a mi államelnökünk is, Johannes úr bejelentette, hogy készek vagyunk befogadni 1000, 2000, 3000 migránst. Jó. Ha ide akar jönni, és ha nem akar ide jönni, akkor elviszem. De hogy annak nagy lehetősége. Akkor elviszem Otopenybe egy repülővel, leszállok, és az első járattal mennek vissza Németországba.
mert nem tudom megállítani. Tehát eléggé bonyodalmas dolog ez, és azért sokkal hidegebben kéne ezt hozzáállni. Én mégis azt mondom, hogy a legjobb lenne az, hogy nem beengedni Európa területére. Ez természetesen az kellene, hogy megértsük. Magyarországnak könnyű volt kerítést emelni, de nem tudom például, hogy Görögország hogy emelne, amikor neki több ezer kilométer tengerpartja van. Nem tudom, hogy Olaszország hogy oldaná meg, hogy megvédje akár Franciaország, hiszen óriási tengerparti sávok vannak, amin kerítéssel kellene valahogy megvédeni. Tehát nem rossz dolognak tartom egy közös, hát nem hadsereget, mert ha most közös európai hadseregről beszélnek, én inkább egy ilyen közös határvédelemről beszélnék, hogy ténylegesen ott rengeteg görög sziget, hát még az egyiket megvédik, addig a másik megtelik migránssal. Tehát nagyon nehéz, fizikailag nehéz megállítani. Ez lenne én szerintem a közeljövőben a feladat, amit most kellene megcsinálni, és távlati cél pedig az, hogy megszüntetni azokat a gócpontokat, ahonnan elvándorolnak az emberek. De ez is pénzbe kerül. És akkor ezeket a pénzeket kifizetni. Tehát nem a bajt kell elhárítani, hogy mondják sokan, hanem megkeresni a bajnak a gyökerét, és ott kell intézkedni. Ott kellene intézkedni, hogy a szíriai ne legyen kénytelen eljönni azért, mert ott kiskirály, vagy kiskirályok, vagy különböző klikkek, klánok, hát ténylegesen halomra gyilkolják egymást. Mert lényegében azokat igenis be kell fogadni, mert azok életükért mennek. Életüket féltik. De az, aki csak csupán azért jön, mert Németországban, Európában jobban lehet élni, magasabb az életszínvonal, hát azt jó lenne otthon tartani. A hazai politikum lát-e valami a megoldást arra, hogy hogyan lehet kiszűrni egyáltalán, hogy ki a migráns, ki az, aki az életét védi, az életéért menekül, vagy ki a gazdasági kivándorló? Ugye ez egy nehéz kérdés, szerintem ezt szinte képtelenség megállítani, ugye itt látunk, hogy érkezik egy arab, általában ugye arab államból az arab tavasz óta érkeznek menekültek Európa területére, ugye egy kedvenc célpont Európa, főleg ennek a nyugati része. Nem hiszem, hogy ezt meg lehet állapítani, hogy ki az, akit arra képeztek ki, és azért engedtek útnak, hogy terrorista cselekményeket hajtson végre, ki az, aki ugye egy orvosi diplomával rendelkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező személy is lehet lesz terrorista, ki az, akinek olyan szándékai vannak, hogy mint egy kedves Magyarország ismerősöm is mesélte, hogy félve ülnek fel a vonatra, mert olyan egyének találkoznak a tömegszállítási eszközökön. Tehát nem hiszem, hogy ezt meg lehetne állapítani ilyen könnyen. Én személy szerint nem vagyok híve ennek a sem a kvóta rendszernek, ahogy képviselő is elmondta, mégis hogy fogjuk, akár hogyha Románia befogadná ezeket a migránsokat, hogy fogjuk tudni őket meggyőzni, hogy hozzánk jöjjenek, hogy minket válasszanak. Nem hiszem, hogy bármelyik európai ország is a toleráns lesz ezzel szemben, főleg az elmúlt évek negatív tapasztalatai alapján, amik történtek Párizsban, Londonban, Európa több nagyvárosában, Brüsszelben akár. Tehát mindig egy potenciális veszélyforrás fognak jelenteni, és bármennyire is jó szakemberek érkeznek velük, őket sajnos mindig abban a nagy kalapba fogják besorolni, hogy bőrszínük alapján. Persze mi mondjuk azt, hogy mindenki nemtől, bőrszintől függetlenül egyenlő, de ezt a jelenlegi forrongó világban nagyon-nagyon nehéz ezt megakadályozni azt, hogy az emberek ne viszonyuljanak negatívan hozzá. Nem tudom, hogy a román belpolitikának, illetve külpolitikának milyen elképzelései vannak. Ugye annak idején közösen léptek fel Magyarországgal, Csehországgal és Szlovákiával, tehát egyértelmű volt az álláspont, hogy nem szeretnénk Romániában az elég migránsokat látni, ugyan most Johannes elnök úrnak a véleménye is változott, ez valószínűleg a német hatásra történik. Ugye nem látom azt, hogy
hogy lehetne egy jó kompromisszumot kötni ebben az esetben. Ugye nekünk politikusunknak mindig az a feladatunk, hogy próbáljunk meg egy kompromisszumos megoldást találni, hogy mindkét félnek megfeleljen, viszont ebben az esetben ez nagyon-nagyon nehezen történik meg. Ugye nekünk az lenne az előnyös, vagy akár Magyarországnak is, hogy mi azt mondjuk, hogy mi szeretnénk, hogy ide képzett arab orvosok érkezzenek. Ezt senki nem tudja számunkra garantálni. Tehát nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Akár hogyha egy papírral igazolják azt, hogy ők dolgozni szeretnének, tisztességes szándékkal jönnek, ugye a mai világban papírt is tud bárki gyártani. Én egyáltalán nem vagyok toleráns ezzel szemben. Én szívesen mellátnám, hogy az a pár millió román állampolgár, aki kitelepült Romániából, hogyha nekik próbálnánk meg olyan gazdasági feltételeket teremteni, hogy visszajönnek az országba, és itt képzeljék el a jövőjüket. Illetve szerintem a magyar kormány is jóval szívesebben látna Romániából, Erdélyből származó magyar vendégmunkásokat Magyarországon, vagy magyar szakembereket, mint az Arab-félszigetről érkező betelepülőket. Zánkó Gergő kérdése Erdei úrhoz szól. Európa szociálpolitikáját illetően a múltkor, tehát egy előző adásunkban Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tanács elnökével beszélgettünk, és ő említette éppen, hogy Románia, Magyarország és Bulgária szociálisan igen meg van terhelve azzal, hogy a cigányság integrációja is rájuk hárul. Ebben Európa nem vállal részt. Miért kell azért mégis ez a három állam még egy nyűgöt a nyakára vegyen? Tehát a kényszerkvótára gondol a Zánkó úr, hogy hívják a nevét? Zánkó Gergő. Zánkó Gergő, tiszteletem, üdvözlöm a Zánkó urat. De éppen erről van szó, hogy nem akarjuk, és azért mondtam, hogy gyakorlatilag Magyarországon nem nagy vállrándítással rendezte el, hanem egy majdnem 60% egyszerűen nem érdekelt, hogy mi történik. Tehát ő nem biztos, hogy azt mondja, hogy nem, nem biztos, hogy azt mondta volna, hogy igen, egyszerűen nem ment el szavazni. És ennek íme ez lett a következménye, hogy nem adott egy eléggé kemény, egy eléggé erős fegyvert a magyar kormánynak a kezébe. Ténylegesen a cigány probléma, csak hogy ezt nem én mondom, ezt mondják szociológusok, hogy lényegében nem csak Romániának, Magyarországnak és Bulgáriának a problémája, most már Európának a problémája, hiszen a határok megnyíltak, és a legmozgékonyabbak pontosabban a roma társadalom volt, hiszen ők rögtön megjelentek. Akkor, amikor még a romániai román állampolgár, a magyarországi magyar állampolgár még nem járt Brüsszelbe, még nem járt Párizsba tömegesen, a romák már ott voltak. Tehát ők sokkal, és ugye tudunk róla példát, és amikor Párizs környéken felszámoltak egy ilyen tábort, és repülőre ültették, még néhány eurót is adtak, és Temesváron szállt le a gép, és megkérdezték tőle, hogy na, mit fogsz csinálni, hazamész, de hogy megyek haza, a következő gépen megyek vissza Párizsba. Tehát éppen ez az bizonyítása annak, hogy nem működik az ilyenfajta kényszerletelepítés, nem attól kell féljünk. Attól kell féljünk, hogy ne jöjjenek be. Tehát megállítani őket a határon. De ugyanakkor, ha már szociális problémáról beszélünk, akkor mondjuk el azt is, hogy a 2015-ös adat alapján Németországban először a német történelem folyamán, mióta működik a köznyugdíjrendszer, többen mentek nyugdíjba, mint hányan születtek. Na most két lehetősége van egy ilyen társadalomnak, vagy elsorvad, eltűnik, mert nincs, aki az öregeket eltartsa, nincs, aki dolgozzon, magyarul mondva, vagy pedig megpróbálja migránsokkal föltölteni ezt a hiányt.
Nem tudom, fejvadászok kellene menjenek, hogy Szíriából kezdve, vagy nem tudom melyik észak-afrikai államban megkeresik azokat a szakembereket, akik megérdemlik, és akik amikor ide jönnek, azután a pár hónap akklimatizálódás után elkezdenek normálisan dolgozni. De hogyha tömegesen, mint ahogy Merkel asszony hívta, hogy gyertek, mert neki tényleg szükségük van. És sajnos nálunk is egyre kevesebb a népszaporulat, tehát mi is fogyunk, tehát most a román államról beszélek, nem csak a román állampolgárokról, köztük vannak a románok, magyarok, németek, szászok, és természetesen a romák. Egyedüli nép, egyedüli etnikum, aki ezeken belül szaporodik, az a roma etnikum. Míg sem a román, sem a magyar nem éri el még azt a, ha jól tudom, 2,3 gyerek szükséges ahhoz, hogy fenntartsuk a népességet, hogy fenntartsuk, nem hogy szaporodjunk, hogy fenntartsuk. Annál is inkább csodálkozunk, ugye, hogy Magyarországon 8 millió, nem tudom hány százezer ember szavazatra jogosult, és nincsenek 10 millióan, már 10 millió alá süllyedtek. Tehát azt jelenti, hogy egy előregedett társadalom van, nagyon sok a 18 éven felüli. 18 év alatti kevés van. Na most ez, természetesen ezek a rövid távú intézkedések, hogy nem beengedni őket, valahogyan megszabadulni ettől az óriási 1 millió, 2 millió, 3 millió emberről beszélnek, hogy azok készen, ugrásra készen várják, hogy elfoglalják Európát. De arra is kell számoljunk, hogy 20-30 év múlva, 40 év múlva nem lesz Németország. 50-60 év múlva nem lesz Románia, mert már nem románul fognak beszélni. És ezért nem a migránsok a hibások, hanem mi. Mert egyre kevesebben, egyre későbben vállalunk gyereket, tehát ahelyett, hogy 20 éves korában a nők szüljenek, még 30 éves korában még nem döntött el, hogy családot alapítson, a férfiak esetében szintén, és akkor a maximum 2 gyereket. Tehát nagyon kirívó eset, amikor, és ez tudatosan a mi etnikumaink közül, tehát románokra, magyarokra, németekre gondolok, tudatosan a nagy családot általában az értelmiség vállal. Viszont nagyon elterjedt a nagy család a romák körében. És igen, így vannak az arabok is. Tehát ő, mivel egy alacsony szinten van, felvállal 3-4 gyereket, 5 gyereket. Na most ezzel hosszú távon kell gondolkozzunk, hogy mit is akarunk tulajdonképpen. Mert rendben van, most megvédjük Európát, nem jönnek, nincs aki dolgozzon. De ugye ijesztő dolog az, hogy többen mennek nyugdíjba, mert 2015-ben többen mentek nyugdíjba, mint ahányan megszülettek. Mert eddig mindig a születettek voltak többen, mint ahányan nyugdíjba mentek. Na most ez megfordult, és valószínűleg ez az, ami megijesztette a német politikumot, hogy óram is, akkor mi lesz, ki fog dolgozni? És valószínűleg, hogy követték el ezt a hibát, hogy akkor gyertek. Na igen, nem csak ő sem gondoltak, valószínűleg nem gondoltak arra nagy tömegre, és nem gondoltak arra, hogy egy nagyon agresszív iszlám állam létrejön ebben a térségben, amit mai napig nem tudtak legyőzni, akinek a célja, ő vallásháborút folytat. Hogy ezzel a tömeggel gyakorlatilag az ő katonáik is bejöhetnek Európába, és be is jönnek. És be is jönnek. Ugye kiderült, hogy... Hogy itt vannak. Hogy a Franciaországban elkövetett terrorista támadásoknak a kiangyalói meg a vezér alakjai, azok ugye Magyarországon is tartózkodtak rövidebb, hosszabb ideig. Tehát itt mennek keresztül. Tehát én nagyon, nagyon összetett én szerintem ez a helyzet, ezt nem lehet úgy megoldani, hogy nem kell kóta rendszer, de valamit kell helyébe tenni. Valamit kell helyébe tenni. Egyelőre mondom, rövid távú megoldás én szerintem az lenne, amit Magyarország is csinált, megállítani a határon. Akinek papírjai vannak, és bölcsőletesen tudja bizonyítani, hogy miért jön és mit akar, az beengedni. Aki pedig úgy jön, hogy nincs semmije,
de viselkedéséből kitűnik, hogy azért ő mégsem egy írástudatlan valaki, az én szerintem gyanús. Magyar Lorándhoz egy olyan emberhez fordulok, aki az ország vezetésébe szeretne beleszólni, mert erre készül. Hogy lehetne ezt a tényt, tehát a népszaporulatot egy kicsit szabályozni, egy kicsit stimulálni, hogy ne arra legyen szükségünk, hogy idegenek fizessék végül is a nyugdíjunkat majd. Nem az ország vezetésére készülök, én csak parlamenti képviselőnek. A parlament vezeti az országot. Igen. Törvényt hoz. A vezetés az a végrehajtó hatalom. Én inkább a szatmári közösség képviseletére készülök Bukarestben is, ugyanúgy, ahogy tettem a Szatmárnémetiben is. Ez egy nagyon jó kérdés, és értettem képviselő úr célzását. Én sem 20 éves koromban láttam sajnos a gyerekcsináláshoz, hanem 30 éves koromban. Talán én ezt úgy mondanám, képviselő úr, az értelmiségieket nevezte meg annak, akik nagy családban gondolkodnak, és illetve a roma réteget, igen, ott a minél több gyerek az egy megélhetési lehetőséget biztosít számukra. Én úgy gondolom, hogy és amiben a parlamentben dolgoznunk kell, hogy jobb törvényeket kellene emiatt hoznunk ennek érdekében. Gondolok itt arra, hogy emlékszem, amikor a feleségem a második gyermekünket hozta világra, hogy az elsővel még 2 évig lehetett elmenni szabadságra egy normális összegért, ugye a fizetésének a 75%-áért. Másik gyermek esetében ez már csak 1 évre volt érvényes. Ugye feltevődik a kérdés, hogy egy egész életen keresztül dolgozunk, mégis az a pár év életünkben, amikor az államnak ilyen szociális szolgáltatásait úgymond veszük igénybe, akkor mennyire kiszámíthatatlan, tehát nincs egy stabil jogi háttér emellett. Úgy gondolom, hogy jogszabályokat kellene teremtenünk, hogy tudja az a 20-akárhány éves nő, hogyha ő 3 gyereket szeretne, akkor ezt az állam is támogatja, addig, ameddig szülési szabadságon egy normális megélhetés biztosít számára, hiszen előtte is dolgozott, utána is dolgozott, egész életében a román államkasszába fog befizetni. Illetve létre lehetne hozni különböző programokat, amivel lehetne úgymond kedvet csinálni arra, hogy egy családban ne 2 gyerek szülessen, ami a nagy átlag, hanem 3, hogy elérjük azt a 2,3-as számot, amiről beszélünk. Én már mondtam a feleségemnek, hogy a 3. gyereket is jó lenne a világra hozni, ő hallani sem akar róla, tehát ebben így nem segítetek szerintem. Stabilabb törvényeket kellene hoznunk ennek érdekében, illetve akár oktatásban valami némi nemű finanszírozást biztosítani, mert ugye az a gyerekpénz, amit 2-3, mindegy, mennyi gyerek után kapunk, az egy elenyésző összeg egy középosztálybeli állampolgár számára. Ugye minél szegényebb valaki, minél rosszabb sorban él, ez az összeg számára annál értékesebb lesz, annál fontosabb lesz. Ezért jutunk oda, hogy a roma lakosságnak az, hogy 8-10-12 gyereket nevelnek, ez már a napi megélhetést jelent. És sajnos ez a pénz, ez a minimális pénz sem a gyerekek nevelésére költődik el, hanem nagyon jól tudjuk, hogy mikre költődnek el. Tehát én azt mondanám, ugye nagyon jó volt a magyar államnak a támogatása, hogy a magyar tanuló diákokat támogatásban részesítettük, viszont ezt helyi szinten úgy csapódik le, hogy több gyereket iratunk román osztályba, pont emiatt, mert a magyar osztályainkat ellepték a roma gyerekek. Tehát valahogy súlyozni kellene ezt a problémát. Én tényleg abban látom, hogy a szülési szabadságon lévő nőknek egy stabilitást biztosítani tudja az ember évekkel előre, amikor már megházasodik, hogy mi vár rá, mikor a gyereket vállal, illetve
ezen a gyerekpénzen lehetne változtatni, illetve ezek az összegek lehetnének magasabbak abban az esetben, minél több gyereked van. Tudom, hogy nagyon nehéz lenne kiszűrni a roma lakosságot, vagy azokat, akik ezt megélhetésből szülnek, megélhetés miatt szülnek gyerekeket, viszont így úgymond az értelmiség, inkább a középosztályból hiányolom azt, hogy több gyereket vállaljunk. Jó magam is ilyen vagyok. Számunkra kellene, középétek számára megtalálni azt az ingert, ami bennünket is arra késztet, ugye, hogy több gyereket vállaljunk. Nagyon jól tudom otthonról, a saját családomból, hogy a kisebbik fiamat, a nagyobbik fiam már nevelgeti, tehát igazából ez a családban nem lenne probléma, akár a szülőknek sem lenne akkora megerőltetés. Viszont ha még egy plusz inger is érni az embereket, akkor szerintem ezen lehetne változtatni, el kellene kidolgozni a stratégiát az elkövetkező években. Mert... Pillanat, még hogy úgy érzem, hogy bocsánatot kell kérjek, nem volt semmi célzás, mert hogyha te 30 éves korban nősültél, akkor én is 30 éves, érte nem akkor én hamarabb, de 30 éves voltam én is, tehát, és én sem vállaltam többet, érte mi sem vállaltunk a feleségvel többet, mint két gyereket. Tehát nem szemrányásképp mondtam ezt, és elnézést kérek, hogyha ez így csapódott le benned, csupán ezek tények, tehát ha megnézzük a statisztikát, akkor a értelmiségnek egy része vállalja a nagy családot, nagyon szűk része, és egy másik réteg, aki a nagy családot vállalja, azok, hogy mondjam, úgy a társadalom peremén vannak. Tehát ez, és a közte lévő nagy távolság között ott az egy, vagy maximum két gyerek. Az a jobbik eset, a két gyerek van. Három az nagyon ritka. Márk Zsuzsa szinte az én véleményemet fejezte ki, mikor azt mondja, hogy Romániában nem három gyereket, hanem egy gyereket is szinte képtelenség tanítatni, mert mikor eljut oda az a gyerek, hogy egyetemre kell menjen, két fizetés is alig elég arra, hogy a család is megéljen, és a gyereket is tudják tanítatni, de viszont Németországban ez nem egy ilyen nagy gond, mint nálunk. Mégis náluk is fogy a népesség, éppen ahogy Erdei úr említette az előbb. Így van, tehát ez egy civilizációs betegség. Nem szeretném, hogy igazam legyen, de nekem az érzésem az, hogy a társadalom, mint olyan, az egy organikus szerveződés, és nem egy mechanikus. Miért mondom én ezt? Lehet, hogy most ez furcsán hangzik. Egy organikus intézmény az ugye megszületik, nő, hát nézzük meg a kis magvacskát. Megszületik, nő, virul, virágzik, terméshoz elszárad. Na most sajnos úgy néz ki, hogy a civilizációk is ilyen organikus jellegűek, mert egy kicsit visszamegyünk a történelembe, azóta mióta ismert az emberi történelem, óriási, nagyon erős civilizációk voltak, akik óriási tettek le az ember történetében műalkotásokat és más megvalósításokat, és eltűntek. Eltűnt az egyiptomi civilizáció, eltűnt a római civilizáció, a görögök, hát a görögök valami csodálatos társadalmat építettek ki, de valami miatt eltűntek. Mert azok a görögök, akik most élnek, nem sok közük van Thaleshez és Pitagoraszhoz, és most hirtelen csak ilyen matematikusok jutottak eszembe, de hát ugye görögöktől örököltük a hipokráteszi esküt is, tehát azért az nem semmi, hogy kibírt 2000 valahány évet. És mégis eltűntek, ugye milyen problémáik vannak nekik is. És úgy néz ki, hogy most legyek akkor egy kicsit humoros is, hát ugye ott volt a nagy Szovjetunió és a nagy szocialista rendszer, azt mondtuk, hogy úgy tanították nekünk, hogy a szocialista rendszer az az utolsó lépcső ahhoz, hogy belépjünk a kommunizmusba. Azért kell építsük a szocializmust, hogy elérjük a kommunizmust, amikor aztán az már egyenértékű volt majdnem a keresztény mennyországgal, és eltűnt. Tehát én ettől félek, hogy ez a nyugati fogyasztásra, kényelemre épült társadalom el fog tűnni. El fog tűnni. Nem azt mondom, hogy 20 éven belül, nem azt mondom 50 éven belül, de 100 év múlva szeretnék megnézni, hogy néz ki Európa. Hogy kik élnek ott, mert tény is való, hogy fogyunk. Tehát az őslakos európaiak azok fogynak. Üresedik a tér, és tudjuk a terjeszkedő egyének alapján, hogy ha valahol megjelenik egy légüres tér, oda valami benyomul.
És ezt mondom, rövid távon meg lehet állítani referendummal, meg tiltakozással, meg nem engedjük be őket, de mi is kéne, most már nem én, akkor most utalok a korosztályodra, hogy valamit kellene lépjünk, mert amúgy az sem megoldás, amit ugye az a bizonyos szocialista rendszer létrehozott, hogy annyira lezárta a határokat, hogy például én szatmári magyar, 220 kilométerre van tőlünk Kassa, és én nem tudtam, hogy ott magyarok élnek, hogy élnek. Ugyanúgy ők nem tudták, hogy mi hogy vagyunk. Sőt, annyira el voltunk zárva egymástól, hogy amikor a 90-es években vállalkozás folyamán jöttek olyan, akkor még csehszlovák, most már cseh vagy szlovák állampolgárok, akik hivatalos okiratot akartak, kereskedni akartak. És nem volt fordító. Volt szlovák fordító, szlovák magyar fordító nem volt. Ők nem ismerték a magyar nyelvet, mi nem ismertük a szlovákot. Tehát az a lezárt rendszer sem jó. Én azt nem kívánom vissza, hogy most akkor Romániából én csak úgy utazzak el Debrecenbe, hogy útlevelem van, azt az útlevet azonnal le kell adjam, ahogy hazaértem, mert biztosan sokan emlékeznek rá. Két évente kaptál egy útlevelet, és 48-an belül, ha jól emlékszem rá, ahogy átlépted a határt, azt le kellett adni, mégpedig nem otthon a rendőrségen, hanem be kellett jönni Szatmára a megyei rendőrségen leadni, mert ha nem, akkor megjegyezték, és az életbe többen nem mentek külföldre. Tehát jó, ez most egy napi téma, a migránsok. Hogyan tudunk ellenük védekezni? De van ennek másik vonulata is, és az, amire én próbáltam utalni, nem egy szociológus szemével, mert nem vagyok az, nem vagyok szakember a témának, de látom. Lehet, hogyha mondjuk 30 évvel ezelőtt lettek volna ilyen nézeteim, akkor lehet, hogy én is 25 éves koromban megnősülök, 26 éves koromban megvan az első gyermek, lehet, hogy most már a harmadik lett, de akkor is azt mondtam, igen, ilyen környezetben nem lehet vállalni gyereket, nem lehet lakást venni, nem lehet ezt venni, nem lehet azt venni, és bizony eltelt az idő, és azon vettem magam észre, hogy 30 éves vagyok, és el kell döntsem, lesz család, vagy pedig maradok örök ifjú, vagy vénylegén, ahogy mondják. Kvótarendszer ide, kvótarendszer oda, népszavazás döntött, amit döntött. A helyzet az, hogy fennáll a veszélye annak, hogy igenis ide küldik a migránsokat. Valószínűleg nem a legjobban képzett migránsokat, nem a legnagyobb tudással rendelkezőket, és nem is a legszorgalmasabbakat. Szatmáron mi történik, hogyha küldik és jönnek? Nem tudom, hogy fogjuk megadályozni, hogy itt maradjanak. Ugye, ami papírokat elő vagy utóbb fognak szerezni, de ez nem látom azt, hogy a jelenlegi román társadalomban ez a népréteg, hogy tudna beilleszkedni, mert ugye próbálkoztak még a 40-es években telepítésekkel, kitelepítésekkel, betelepítésekkel, egyiknek sem volt jó vége. Ugye Magyarországra a Görögországból és Olaszországban lévő migránsokat szerették volna betelepíteni. Úgy gondolom, hogy nagyjából hasonló gazdasági feltételek mellé érkeztek volna, mert Görögország nem fejlettebb, mint Magyarország, Olaszországnak pedig az északi részét eltekintve ugyanaz a helyzet. Ezzel ellentétben hát én olvastam vicceket, láttam a Facebookon, hogy amikor a migránsok megérkeztek Romániában és látták a táblát, hogy ez Románia, akkor gyorsan fordultak és távoztak. Tehát a viccet félretéve nem tudom, hogy ezt a népréteget hogy tudjuk, ha megérkeznek és itt lesznek és ránk erőltetik őket, hogy tudjuk beilleszteni a román az erdélyi társadalomba. Ugyanúgy, ahogy nagyon nehezen megy, és nagyon sok EU-s finanszírozás van arra, hogy a romákat integráljuk, ez is nagyon-nagyon nehezen folyik. Nem látom a jövőjét. Nekünk megvannak itt Szatmár németiben, Szatmár megyében sajátságos, specifikus problémáink. Elég csak azokra a gózpontokra gondolni a városban, ahol most nevezzük nemvényen a gyereket a roma lakosság miatt, akár utcákat terrorizálnak, ugye.
Nem szeretném, hogy oda jusson ez a város, ez a megye, hogy a szülők a gyerekekkel félve menjenek ki az utcára, vagy 15-16 éves kislányt este 6 után ne engedjünk ki az utcára. Nem hiszem, hogy jót eredményezni, még egyszer én nem látom, hogy hogyan tudnának integrálódni ebbe a társadalomba, és hogy tudnánk, ha még kötelez is bennünket Brüsszel arra, hogy itt tartsuk, hogy tartsuk itt őket. Tehát elő vagy utóbb valami jogi formájú papírokat valaki fog nekik készíteni, tehát nem hiszem, hogy sőt, hogyha megérkeznek az országba, akkor már egyből egy személyszámot kötelesek vagyunk nekik létrehozni, ugyanúgy, hogy a külföldről érkező kosárlabdázók megkapják, a külföldről érkező munkavállalók ezt megkapják, tehát elő vagy utóbb valami papírokhoz hozzájuthatnak, és hogyha már egy útlevelük van, én nem hiszem, hogy itt a jó atya is meg tudja őket állítani abban, hogy távozzanak az országból. Persze pont ugye a szatmári lakosság érzékelje a legjobban, vagy a határ mellett élő lakosság, hogy ez Romániát mennyire hátrányosan érinti a Magyarország által és az EU által alkalmazott súlyos határellenőrzések. Ugye mi oda jutottunk itt Szatmár megyében, hogy egy határátkelés már 3 órát vesz igénybe, tehát ha csak ebből gondolok, minket nagyon hátrányosan érint, én remélem, hogy Szatmár megyébe és Romániába migránsok nem érkeznek. Azt hiszem, hogy... Egy anekdóta zárásképpen, mert gondolom, hogy következik. De nagyon-nagyon... Nagyon röviden, a múlt héten az egyik ismerősöm megállított és újságolta, hogy képzeld, láttam 2 migránst Szatmáron. 2 migránst, és honnan tudtad, hogy migránsok? Arabul beszéltek, biztos vagy benne? Biztos. Oda húzottam a házukhoz, és mondom, és hol voltak? Egy élelmiszer üzletbe. És mit csináltak? Hát vásároltak élelmiszert, ezt-azt. És mondom, és akkor te miért örülsz ennek? Hát miért te? Annak örültél, ha elmentek volna egy építő telepre, hogy cementet meg téglát vásároljanak? Hát mi a különbség a kettő között? Hát mert ha cementet meg téglát vásárol, akkor ha akar házat építeni, azaz itt marad. De ha csak szalámit vett meg, kenyeret, akkor azt jelenti, hogy jól lakik és elmegy. Elnézést. Reméljük, hogy valóban így fog történni, és nem sok gondot fognak okozni nekünk a migránsok, és Magyarország is figyelembe fogja venni azt a bizonyos, hozzávetőleg 40%-át a lakosságnak, aki arra szavazott, hogy azért a kötelező kvótából nem kérünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük szépen a meghívást. Kedves nézőknek, köszönjük szíves figyelmüket a viszontlátásra.